Nagy Boldogasszony plébánia templom, Molyhostölgy, tájház, bátaszéki bornapok, Bonyhád bátaszék futóverseny, királyi gasztronómiai est, rétes fesztivál, erős hagyományőrzés, közvetlen emberek, szép emlékek. Csak néhány tényező, ami jellemzi bátaszéket, és ami miatt szívesen visszatérnek szülővárosukba az innen elszármazott emberek. Egy részük a bátaszékiek baráti körébe tartozik. Az idősebb generációból kikerült tagok két évente hivatalos keretek között is összejönnek. Így emlékeznek az ország különböző pontjain élő emberek szülővárosukról. A találkozón előkerülnek a régi, elsárgult fényképek baráti összejövetelekről, osztálytalálkozókról, és az idősebb generáció szívesen idézi fel a régi emlékeket. A hosszú évtizedek óta Pécsen élő, egykori orvos is mindig él a lehetőséggel, és eljön ezekre a találkozókra. Felevelentnek régi kapcsolatok, régi sztorik, szóval persze, hát ide kötődöm. Temes Gyula azt mondja, a mai napig bátaszékinek vallja magát, noha csak 1931 és 1956 között élt itt. Kicsecsemőkor óta itt éltem bátaszéken, itt nem messze, innen körülbelül 150-200 méterre, templommal szemben volt a házunk, ott volt apámnak cipőkereskedése. És hát 56 után visszavettek az egyetemre, a gyökereim itt vannak, a gyerekkorom itt van. Itt minden házat gyakorlatilag ezen az alsó részen legalábbis ismertem, és tudtam ki hol lakik, ki hova tartozik, szóval mindenkit is. Mert aztán 45 után egy kicsit ez, hogy is mondjam, heterogénné vált az egész, mert hát akkor más ismeretlen, ahogy mondtam, ismeretlen tömeg jelent meg, de hát ővelük is aztán többé-kevésbé néhány év alatt, amíg még itt voltam, összeismerkedtem, orvosi egyetemre jártam, ezt végeztem el, 62-ben fejeztem be, akkor avattak föl, és onnét kezdve az egyetemem is maradtam, egy kísérletes sebészeti intézet nevű intézményben, ahol szokásos karrier szamánlétrát végigjárva eljutottam egészen a megbízott igazgatói funkcióig, és onnan mentem el nyugdíjba. A bátaszéki baráti kör, ami régen bátaszékről elszármazottak társasága volt, az 1986 óta működik, és azóta minden két évben van egy találkozó, és ez tulajdonképpen egy ilyen találkozó, egy lejárt két év utáni újabb találkozó, amikor a tagjaink azok felszólítást kapnak arra, hogy lesz egy találkozó, lehet jelentkezni. Nagyon sok helyütt, tehát Nyíregyházától Kaposvár, Esztergom, Pécs, Szekszárd nyilván a környező települések, de helyi bátaszékiek is vannak, akik annak idején beléptek ebbe a baráti köri társaságba, talán éppen rokoni vagy baráti kapcsolatok révén, és hát itt ilyenkor örülnek egymásnak, és hát a régi időket idézik fel, és emlékeznek a régi időkre. Az induláskor természetesen azért voltak még olyan dolgok, amelyek hozzájárultak a működésünkhöz. Segítséget várt bátaszék annak idején az innen elszármazottaktól, és többféle segítséget kapott is. Tehát ha csak arra gondolok, hogy annak idején a tornacsarnoknak az építésekor a tervezést volt bátaszéki segítette, vagy adományokkal segítették például a templomtorony cseréjét, amikor lebontásra került, és hát nagyon sok pénzbe került a felújítása, vagy kezdeményezői voltak, és segítői is a tájház létrejöttének, különösen a berendezési tárgyak összegyűjtését illetően. A baráti kör létrejöttétől eltelt 32 év alatt rengeteg mindent segítettek az egykori szülővárosuknak az innen elszármazott emberek,
amit az ilyen alkalmakkor szívesen idéznek fel a település vezetői, a baráti kör elnöke. Bozsolik Róbert polgármester beszédében felidézte az elmúlt 2 év alatt rendezett főbb rendezvényeket, sikereket, fejlesztéseket, és azt, hogy igyekeztek változtatni gondolkodásukon, marketingjükön, ami az élet minden területére kihat. Arra törekedtünk, hogy közösséget építsünk, és ezt a város minden területén megpróbáltuk megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi önkormányzati vezetés rájött arra, hogy csak ez az egyetlen megoldás, hogy a települést egy más fejlődési pályára lehessen állítani. És ezt nem azért mondom és hangsúlyozom, mert az előző pályája a településnek rossz lett volna, de nekünk az volt az elképzelésünk, hogy egy más pályára kell állítani, máshogy kell nekünk reagálni a kor kihívásaira. A találkozónak, ami egyébként igen jó hangulatban telt idén is, volt egy kis keserédes íze attól, hogy a 130 tagból nagyon kevesen jelentek meg. A tagok sem lesznek már fiatalabbak, gyermekeik, unokáik pedig nem ismerik, nem kötődnek annyira felmenőik szülővárosához. Továbbá a közösségi média előretörésével és a modern technológiai eszközök megjelenésével átalakultak a kapcsolattartási formák is. A fiatalok nem feltétlenül egy ilyen találkozó keretében tájékozódnak felmenőik szülővárosának főbb eseményeiről, és tartják a kapcsolatot az itteni rokonaikkal. Azok az erőfeszítések, amelyek nem az előbbi segítséget jelentik, hanem azt, hogy esetleg a taglétszám bővüljön. Bővüljön például a régi tagok gyermekeivel, vagy olyan új elszármazottakkal, akik fiatalok. Ezeknek a, hát nem azt mondom, hogy hiába a valósága, inkább azt mondanám, hogy a nehézsége és eredménytelensége is hozzátartozik a működésünkhöz. Nem azt gondolom, hogy feltétlenül befejező találkozó lesz, de minden esetre hát már nem fogja azt a feelinget adni, amit 20-30 évvel ezelőtt, amikor ez még igazán nagyon nagy létszámokat vonzott.